Újabb iskolai dolgozó követhetett el szexuális visszaélést kiskorú diák ellen. A Berettyó újfalui tankerületi központ a Magyar Nemzet kérdésére közölte, tavaly tavasszal érkezett hozzájuk szülői bejelentés arról, hogy a fenntartásuk alá tartozó általános iskola pedagógusa abúzust követett el egy kiskorú diák ellen. Mint írták, a jelzést követően azonnal mentesítették a pedagógust a munkavégzés kötelezettsége alól, és a rendőrségi feljelentést is megtették. A tankerület vezetőjének beszámolója szerint a rendőrség a kivizsgálást lezárta, és egy hónapja átadta az ügyet az ügyészségnek. A nyomozást felügyelő Hajdú-Bihar vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a Püspökladányi rendőrkapitányság bűnügyi osztályán nyomozás van folyamatban, amelynek során egy szemét szexuális visszaélés büntetének megalapozott gyanújával hallgattak ki gyanúsítottként. A gyanúsítottal szemben nem rendeltek el kényszerintézkedést, vagyis szabadlábon védekezik. Úgy tudjuk, tavaly egy nyolcadikos diák szülei tettek bejelentést arról, hogy gyermeküket az intézmény egyik pedagógus alkalmazottja elcsábította, és több alkalommal a késő délutáni órákban kettesben találkozott vele. A szülők elmondása alapján a pedagógus testi kapcsolatba is lépett a gyermekkel, tettét pedig nem is tagadta.